Két héttel a legutóbbi enyhítések óta, ez azt jelenti, hogy 2 hete lehet használni a védettségi igazolványokat éttermekben, szállodákban, állatkertekben és még jó pár más helyen. A miniszterelnök tegnap reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy augusztusig még egészen biztosan marad ez a védettségi kártyás rendszer. Már egy telefonos alkalmazást is le lehet tölteni, ez azoknak a problémáját is orvosolhatja, akik valamilyen okból a kártyát nem kapták meg postán. Ebbe a pécsi étterembe naponta több olyan vendég is érkezik, akik az oltási igazolványukat bemutatva szeretnének a belső helyiségben leülni. Az EST applikációt letöltöttük. Az étterem tulajdonosa azt mondja, több beoltott fogyasztott már náluk a teraszon. Most a hűvös, esős időjárás miatt sokkal többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a belső térben fogyaszthatnak. Munkájukat most már segíti a védettségi igazolvány telefonos alkalmazása is, a vendégeknek pedig nagyon praktikus, hogy nem kell maguknál tartaniuk a kártyát. Szerintem ez egy sokkal gyorsabb dolog, nem kell magával hordania, én se szeretek kártyákat cipelni magammal, a telefonra meg le tudunk tölteni bármit. A telefon ugye most már gyakorlatilag 101%-ban ott van mindenkinél, tudjuk használni, mi is gyorsabban le tudjuk ellenőrizni, hogy ott van egy érvényes kártya, a védettségi kártya a telefonon. Péntektől már ingyen le lehet tölteni azt a mobil alkalmazást, amellyel ki lehet váltani a védettségi igazolványt, így egyszerűen, kényelmesebben lehet igazolni az oltást. Az alkalmazás az első védőoltás rögzítése után gyakorlatilag azonnal képes igazolni az oltás tényét, mert közvetlenül össze van kötve az oltóorvosok által használt informatikai rendszerrel. Mindössze néhány kattintás és a választott webes áruházból könnyedén telepíthető okostelefonra a mobilos alkalmazás. Ez mostantól nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind pedig a sok embert fogadó szolgáltatók dolgát. Segítség azonban azoknak is, akik már megkapták az oltást, de a védettségi igazolványt még nem. Az alkalmazást használó szolgáltatók pedig nem csak a beléptetést tudják így egyszerűsíteni, hanem jelentősen tudják vendégkörüket is növelni. Sok nyári esemény csak védettségi igazolvánnyal látogatható, ahogyan az éttermek belső részében is csak érvényes kártya felmutatásával lehet leülni. Szlávik János ezzel kapcsolatban azt mondta, sokan ezért kérik az injekciót. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vakcinák második adagját is be kell adni a teljes védettséghez. Nagyon sok nyári esemény csak védettségi igazolvánnyal látogatható. És tudom, hogy nagyon sokan azért veszik fel a védőoltást, hogy ezt az igazolványt megkapják. De ne felejtsék el, hogy a teljes védettséghez 2 darab védőoltás kell. Sőt, az a bizonyos 80-90-95%-os maximális védettség a második oltást követő 2 hét múlva alakul ki. A védőoltást igazoló mobil alkalmazást bárki letöltheti okostelefonjára. Az erről szóló tájékoztató pedig megtalálható a koronavírus.gov.hu oldalon.